Folyamatos a vihar okozta károk elhárítása, több szervezet dolgozik az utak, a parkok rendbetételén, akár 100 millió forint is lehet. Kispest címere a címer kiállításon a West Endben, vidékről és külföldről érkező turisták ismerkedhetnek a városok jelképeivel és a hozzájuk kapcsolódó internetes bemutatkozóval. Megvan az építési engedély a Bozsik stadionra, kiírhatják a közbeszerzést a Dél-Pesti utánpótlás nevelési centrum építésére, a Honvéd fiatalokkal erősít. Jó napot kívánok, Hegedűs Judit vagyok. Önök a Kispest TV heti hírműsorát látják, jönnek a részletek. Folyamatosan dolgoznak az elkövetkező napokban is a szakemberek a múlt heti vihar okozta károk elhárításán. Az utak megtisztítása után a leszakadt ágakat, törmelékeket viszik majd el. A nagyobb sérült fákat felaprítják és elszállítják. Később a rászorulóknak adják majd tüzelőnek. A katasztrófavédelem, a rendőrség, a polgárőrség, a közpark munkatársai és külső vállalkozók is részt vesznek a munkában, a környékbeli önkéntesekkel együtt. Az önkormányzati épületekben keletkezett károkat a következő hetekben folyamatosan javítják majd. Az elmúlt 20 évben nem emlékeztek hasonló pusztításra Kispesten. Fák dőltek ki gyökerestül, villanyoszlopok hasadtak ketté, fágak százai törtek le, rengeteg ablak betört, tető sérült meg. Mintegy 1000 fában keletkezett jelentős kár, de szinte mindegyik fa megsérült valamilyen mértékben, ahogyan az épületek nagy részében is lettek károk, főleg Vekerlén és hagyományos Kispest egy részén. Korai délután jött a vihar, és hát olyan vastag ágak törtek le az egész utcába, mint hogyha egy fa dőlt volna ki. Ezek 100 éves fák, tehát nagyon, nagyon öreg fák, tehát ezek nagyon komoly ágak voltak, és végig leállt a közlekedés, az autók nem tudtak menni este. És akkor éjfél körül pedig kidőlt egy fa. Szerencse, hogy nem a házra, hanem nem is a járdára, hanem a kettő közé hatalmas zuhanással. Hát én 34 éve itt lakom, de ilyen vihart még nem tapasztaltam. Tulajdonképpen minden intézményünkben kisebb-nagyobb káresemények történtek. Hát ez elsősorban voltak fakidőlések, okoztak kisebb épületkárok, játszóeszközök, belső fák, amelyek udvarom lettek, azoknak rongálódott meg. Beázás, nagyon sok beázás van sajnos. Hát olyan eső volt, hogy nem csak a tetőn keresztül, hanem az ablakokon keresztül is befolyt a víz, illetve nagyon sok olyan kár ért, amikor betörtek az ablakok, tehát jelentős az üvegkár is. Ezeket folyamatosan a Vamisz elkezdte felszámolni. Hát itt az iskolák esetében nyilván, hogy mivel szünet van, egy későbbi időpontban a legszükségesebb, hogy a működő óvodáink, bölcsödéink, illetve a szociális szolgáltató intézményeket helyezzük olyan állapotba, hogy normális munka menjen. Az önkormányzati intézmények rendbetételét a biztosításokból, illetve a takarékos gazdálkodásból eredő tartalékból állják majd. A gallyak, ágak eltakarítása után a fasorokat nézik végig a zöld programiroda munkatársai, hiszen lehetnek még olyan károk, amelyeket nem vettek észre, egyes ágak veszélyeket rejthetnek később is. Még hetek kellenek ahhoz, hogy a korábbi képét mutathassa a kerület. Úgy hiszem, hogy körülbelül egy hónap kell a kerületnek ahhoz, hogy a régi képét mutassa. Nyilván van egy bizonyos határidő, egy körülbelül egy hetes intervallum, amikor a munkának a dandárját el kell végezni, de miután sajnos sok olyan rejtett esemény is történt a vihar alatt, amik valószínűleg majd csak egy hónap múlva derül rá fény, hogy itt is, ott is még milyen munka, milyen feladat várható, ezért vélhetően egy hónapig el fog tartani ennek az eseménynek a rendbetétele. Az önkormányzat segít a károk bejelentésének intézésében, de segélyt csak keveseknek tudnak adni, hiszen ilyen esetben a biztosítók fizetnek. Sokan azonban nem kötöttek biztosítást. Néhány esetet, konkrét esetet tudunk, akik már jelentkeztek is, hogy nem volt biztosításuk, és akkor tanácsot kértek. Illetve annyira rossz anyagi körülmények között voltak, hogy még a kárelhárítást sem tudták megoldani. Mondjuk megsérült a tető, vagy nem volt áramuk, mert kiszakadt a tetőtéri villanyvezeték rögzítő. És ebben azért tudtunk segíteni úgy, hogy részint segélyeket, rendkívüli segélyeket tudunk adni. Hát kismértékben ez egy ilyen 50 000 forintos
emelés körüli segélyek voltak ott, ahol egyébként a rászorultság tényleg megállapítható. Sajnos több családnál láttuk azt, hogy nem volt biztosítás, hát ott semmifajta lehetőség nincs, csak a magánerő. Ha van ilyen, nyilván, hogy jöjjenek, keresék meg az önkormányzatot, de még egyszer mondom, óvatosságra intenék mindenkit, mert nyilván, hogy erre külön keretünk nincs, ezt a segélykeretből tudjuk esetleg finanszírozni ilyen rendkívüli esetben, de még egyszer mondom, itt a rászorultság elvét azt bizonyítania kell a kérelmezőknek. Az áramellátás már mindenhol helyreállt, de a kábelszolgáltatók elképzelhető, hogy hosszabb ideig dolgoznak majd a kárelhárításon, mondta még el az alpolgármester. Idén is több mint 2000 kispesti alsótagozatos diák kap ingyen füzetcsomagot a tanévkezdéshez. Ebben az évben újdonság, hogy az egyházi iskolákban tanulók is megkapják az ingyenes füzetcsomagot. A csomagok tartalmát az intézményvezetők kérésének megfelelően állították össze. A füzeteken jellegzetes kispesti motívumok, ismert helyszínek láthatók majd. A támogatásra mintegy 2 millió forintot fordít az önkormányzat. A csomagokat várhatóan a tankönyvekkel együtt vehetik majd át a diákok az iskolákban. Kispest címerével is találkozhatnak a több mint 400 magyar település jelképe között a West Endben nyílt címer kiállításon. A tárlatot immár második alkalommal rendezi meg a Magyar Önkormányzatok Szövetsége közreműködésével a Bevásárlóközpont. A kiállítással a hazai és külföldi érdeklődők is megismerhetik a települések címereit, és a kerületekhez, településekhez kapcsolódó információkat is kaphatnak az internet segítségével. A kiállításhoz nyereményjáték is kapcsolódik. Kispest címeréről sok vita zajlott még a helytörténészek között is. A keletkezésének időpontja is kérdéses, és az is, hogy az ábrázolás pontosan mit jelképez, bár azt azért nagyjából ki lehet következtetni. A mesterségek emblematikus eszközei vannak feltéve a földművelőstől, ugye az a nagy gerebje formájú, ami a meghatározó egyik eleme a címerünknek, de különböző mesterségek, kézműves mesterségek szerszámaiból áll össze. Feltételezhető, hogy akkor ezek voltak abban az időszakban a legerősebb lobbik, akik itt Kispesten dolgoztak, az önálló Kispesten, és ők próbálták ebbe bele kerülni a címerbe. De nagyon érdekes lesz elolvasni, mert a kiállításnak az is része természetesen, hogy a hivatalos, a helytörténészek által lejegyzett adatokhoz is hozzá lehet férni. A mostani kiállítás segít abban, hogy azok is tudjanak valamit egy-egy települési jelképvilágáról, akik talán sosem voltak azokban a városokban, kerületekben. Ide vásárolni jönnek az emberek, tehát egész más célból, mégis találkozhatnak a településük címerével, és találkozhatnak egy olyan QR kóddal, ami minden információt átad a településről. Ez egy olyan kapocs lehet az új lehetőségek kihasználásával, az informatikai lehetőségek kihasználásával, ami közelebb hozza az embereket magához a településhez, nem csak azokat, akik azon a településen élnek, például kispestieket, hanem azokat, akik följönnek vidékről, évente egyszer-kétszer vásárolni, kicsit körülnézni Budapestre, és meglátják ezt a címerkiállítást. A Bevásárlóközpont feladatának tartja a kultúra közvetítését is. Én azt gondolom, hogy ez egy kulturális érték. Elsősorban azért csináltuk ezt a kiállítást, hogy a 20 millió látogatóhoz közelebb vigyük egy kicsit ezt a dolgot, hogyha esetleg a mindennapokban nincs idejük ezt felfedezni, akkor itt legyen egy olyan lehetőség, ahol ezt megtekinthetik. És a fő cél az az, hogy ezt az értéket, ezt ami mindannyiunk értéke, ezt tényleg mindannyiunké legyen, és mindannyian ismerjük. A címer szimbólum üzenetet hordoz a múltról a most élőknek. Az a jelkép, ami mögé felsorakozik mindenki. Képletesen, persze, természetesen. Én, ha meglátom a saját városunk címerét, a benne lévő pelikánt, amik vércseppel eteti a fiókáig, számomra azt jelenti, hogy igenis önfeláldozóak vagyunk, feláldozzuk magunkat a közösségért, ha kell, a munkánkkal, a hivatásunkkal, az aktivitásunkkal, azért a közösségért is, nyilván a nemzetünkért is, de azért a közösségért is, ahol lakunk, ahol a szűkebb környezetünk van, barátaink, családunk, rokonaink. Kispest alpolgármestere azt mondja, a településen az elmúlt évtizedek adatai hiányoznak tapasztalata szerint a leginkább, ezzel van a közeljövőben a legtöbb munka. Fontosnak tartja ugyanis, hogy a mostani fiatalok is ismerhessenek, tanulmányozhassanak dokumentumokat az elődök tetteiről. A következő napokban is nagyon meleg idő várható. A kánikula, de akár a változékony idő, a sorozatos frontok megterhelik a szervezetet, különösen a legkisebbekét.
A kerület egyik védőnőjével arról beszélgettünk, hogy mit tehetnek a szülők azért, hogy gyermekük szervezetét kisebb terhelés érje. Sokan keresik meg őket így nyáron a kullancsokkal kapcsolatos kérdésekkel is. Nyáron több dolog is van, amire a kisgyerekes családoknak figyelni kell, hogy a babák ne szenvedjenek az olyan kánikulai időszakban, mint amilyen az elmúlt hetekben volt, és mint amilyet előrejeleznek. Hogy a gyerekek egészségét megőrizzük, és ne érezzék rosszul magukat, több dologra is vigyázni kell. Arra kellene figyelni elsősorban, hogy ugye amikor nagyon meleg van azokban a napszakokban, akkor az tartózkodjanak inkább a lakásban, vagy valamilyen hűvös helyen. Tehát mit tudom én, strandolni egy kisbabával egész nap abszolút nem érdemes. És mondjuk arra is érdemes figyelni, hogyha nagy hőség van, hogy mondjuk reggel kiszellőztetik a lakást, és utána becsukják az ablakokat, mert ugye sokan azt gondolják, hogy egész nap jó szellőztetni, de ez se feltétlenül biztos. Aztán arra is nagyon kell hőségben figyelni, hogy különösen kisbabák vagy kisgyerekeknél, hogy az autóban, zárt térben ne hagyják a gyerekeket különösen egyedül, de egyébként se, tehát tök mindegy, felügyelettel, felügyelet nélkül ne maradjanak egyedül, mert hőgutát kaphatnak, tehát erre nagyon. Hát érdemes ugye olyan helyen tartózkodni, ahol van lehetőség az embernek lehűtenie magát, strandon, ha nincs más lehetőség, akkor otthon a fürdőkádban egy jó kis hűtőfürdőt venni, nem csak betegség esetén, hanem nagy melegben is mindenképpen érdemes. Aztán ugye nagyon fontos az, hogy a folyadékbevitel az megfelelő mennyiségű legyen, tehát különösen nagyon kicsi gyerekeknél erre nagyon szorosan oda kell figyelni. Szoptatós anyukáknál, szoptatós babáknál ugye a szopással is lehet a folyadékot pótolni. Hogyha nagyon jól szopik a baba, akkor lehet babavízzel, hogyha mondjuk már a súlygyarapodása emiatt annyira megindulna, hogy nagyon-nagyon sokat hízik vagy gyarapszik egy hónap alatt, akkor lehet babavízzel is pótolni a folyadékot. És ugye ilyenkor gyakrabban előfordulnak ezek a vírusos betegségek, hát akkor meg aztán duplán. Tehát nem csak a meleg miatt, hanem hogyha van egy hányos hasmenős betegség, akkor meg a folyadékbevitelre különösen. A nagy meleg nem csak akkor veszélyes, ha strandolunk. Az ilyen időjárás nagy hatással van a kicsik mindennapjaira is, hiszen úgy, ahogy a felnőttek, a babák is nehezen viselik az éjjeli meleget. Biztos, hogy a nagy meleg az rossz hatással van a gyerekekre, tehát ilyenkor valószínűleg rosszabbul alsznak, nyűgösebbek, megizzadnak, fölébrednek. Tehát érdemes azért arra is figyelni, hogy ilyenkor nehogy véletlenül úgymond túlöltöztessük. Nem úgy öltöztetik ilyenkor a gyerekeket, tehát van rajta egy badi vagy valami vékony dolog, de tényleg ilyenkor fokozott a hőleadás, tehát az izzadás meg minden. Hát és emiatt valószínűleg nyugtalanabbak is. Hát nappal bepótolják esetleg, amit éjszaka nem tudnak aludni. Na most ugye azért, hogyha van lehetőség és van otthon klímaberendezés, akkor érdemes esetleg úgy csinálni, hogy mondjuk ahol kisbaba alszik, vagy kisgyerek, mondjuk rá nyilván nem engedjük rá, vagy nem nyitjuk rá a klímát, hanem előre egy kicsit azt a helyiséget egy kicsit lehűteni, és akkor esetleg nem lesz olyan meleg abban a szobában, vagy helyiségben, ahol a kisbaba, vagy kisgyerek alszik. Egy másik nyári veszélyforrás a kullancscsípés lehet. Erre nem csak a nyári időszakban kell odafigyelni, hanem már a kirándulós időszak kezdetével érdemes beadni a gyerekeknek a kapható védőoltást. Hogyha már nagyobb acska, akkor elképzelhető, hogy a család kirándulós, a gyereket már többfelé viszi, különösen, hogyha óvodás, iskolás lesz, tehát a közösségbe kell járni, akkor inkább felmerül ennek a veszélye, és hát akkor azért mindenképpen ajánlott ugye a kullancs elleni védőoltás beadása. Ugye ez a kullancs enkefalitisz ellen véd, ami azért olyan nagy gyakorisággal nem fordul elő, viszont nagyon súlyos szövődménye lehet a betegségnek, ezért szokták ajánlani. Ugye a gyakoribb fertőzés az a Lyme-kór, ami ellen viszont nincs védőoltás, úgyhogy célszerű mindenképpen, hogyha kullancsfertőzött területre mennek, akkor befújni valami kullancsriasztósprével, és hát mindenképpen, hogyha rövidebb időre mennek kirándulni, akkor pár óra után minél előbb végignézni az egész gyereket, hogy hol lehet. Tehát ugye mindenhova be tud a kullancs mászni, és megpróbálni minél hamarabb eltávolítani, hogy a kórokozók azok ne jussanak a gyerek szervezetébe. Igazából ez lenne a legfontosabb. Na most az oltással kapcsolatban ugye általában szoktuk mondani, hogy hideg időszakban, tehát télen érdemes még a kullancsok elszaporodása, tehát mielőtt elkezdődik a kullancsoknak a megjelenése, akkor érdemes beoltatni, tehát a nyári időszak az erre nem annyira alkalmas. Hogyha nem ez a nagy hőség van, akkor érdemes olyan ruhát fölvenni, hogy ne
tudjon bemászni a kullancs. Tehát zártak. Most nyilván egy kánikulában nem megy az ember zárt lába sehova, de hogyha mondjuk egy őszi, egy tavaszi időszak van, akkor érdemes betűrni az okniba a nadrágot, tehát azokat a területeket, ahol be tud mászni, azokat akkor egy kicsit úgy védeni. A városi területeken kisebb a kullancs veszély, ám nem árt vigyázni. Amennyiben valamilyen problémát észlelnek, bizalommal forduljanak orvoshoz vagy védőnőhöz. Gyűlnek a pecsétek az útlevelekben a kispesti könyveskupán, az Üllői úti könyvtár nyári játékán. Rajzok, élménybeszámolók, könyvbemutatók érkeznek sorra, és a könyvtár munkatársai egész nyáron várják az olvasni, játszani vágyókat. A pecséteket szeptember 15-ig lehet gyűjteni, és értékes könyvjutalmakat lehet majd nyerni. A könyvtári játékról hosszabb összeállítást láthatnak majd magazinunkban. Bepillanthattak a kerület vezetésébe, a felnőtt dolgokba a nyári napközistábor résztvevői. Megtudhatták, hogy néz ki a polgármesteri iroda, mi van a városháza szerverszobájában, és miként zajlik a szavazás a testületi üléseken. A túrát a szokásokhoz híven Gajda Péter vezette. A polgármester ősztől is várja majd az iskolásokat a városházi kakaótúrákra. Interaktív körbevezetéssel, játékos és információkban gazdag túrával várta Gajda Péter az Eleven gyerekeket. Évközben már számtalan kisiskolás tekinthetett be a városháza szervertermébe, dísztermébe, vagy éppen a polgármesteri irodába. Ezúttal a nyári tábor színes program kínálatának volt része a kakaótúra. Nagyon szeretik a gyerekek, változatos programok vannak, úszás, kirándulás, most ez a kakaótúra szintén, amit megint nagyon élveztek a gyerekek, délutáni foglalkozások, gyöngyfűzés, sportfoglalkozások, úgyhogy nagyon szeretnek idejárni a gyerekek. Én is most már harmadik éve idejárok, és több hetet itt vagyok, és nagyon-nagyon-nagyon szeretek itt lenni. A kakaótúrán ma jöttünk el a napközis táborból, nagyon fantasztikus volt, a gyerekek nagyon élvezték. Az első az volt, hogy a portán megismerkedtünk a vakok írásával, hogy hogyan működik ez az egész. Utána körbevezettek minket az épületben, utána a díszremben egy kicsit játszottak a berendezéssel, és utána a polgármester úr kakaóval megvendégelt minket. Amikor annak idején kitaláltuk, hogy az volt ennek az egész történetnek a lényege, hogy próbáljuk meg bemutatni a városházát úgy a gyerekeknek, hogy közben egy-két érdekességet is el tudunk mondani, meg lehet játszani, kipróbálni a szavazógépet, megismerkedni azzal a munkával, ami itt a városházán zajlik, és akkor végén van egy ilyen kis közös kakaózás beszélgetés, ezért neveztük el kakaótúrának, tehát azt hiszem, hogy ez a lényege, hogy egy picit játékos módon lehet megismerkedni az épülettel magával, meg az önkormányzat munkájával. A megszeppentség csak a hatalmas díszteremben jelentkezett, de egy-két bátor jelentkező után életre kaptak a mikrofonok, és a gyerekek megtapasztalhatták a testületi ülések pillanatait, és elsöprő többséggel a fagyizás mellett tették le a voksukat. Mi tetszett nektek legjobban a kakaótúrán? Az, hogy mikor én látom ott abban ilyen polgármester, mikor bementünk oda a díszterembe. A kakaó. Miért a kakaó? Mert nagyon finom volt. A kakaó. A kakaó meg a díszterem. A kakaó. Ahol be lehetett mondani a szavazást, meg minden azt tetszett a legjobban. A városházi kakaózás most kis időre pihenőre vonul, de a következő tanévtől újabb kisiskolásoknak nyújt majd felejthetetlen élményt. Az is lehet, hogy itt fogok dolgozni, ki tudja. Bár hogyha azt mondtam kiskoromban, hogy cukrász leszek, ha nagy leszek. Én nem tudom, de szeretnék itt dolgozni. Én se tudom, de így szeretnék dolgozni. Én is szeretnék dolgozni, és polgármester. Kalotaszegen jártak a Határtalanul pályázat keretében a Hungária általános iskola diákjai. A program célja, hogy minél több felső tagozatos diák eljusson külhoni területekre, és megismerkedjen a határainkon túlélő emberekkel, a tájakkal, nevezetességekkel. A programot az állam támogatja. Nagy népszerűségnek örvend a Határtalanul pályázat, melynek keretében az iskolások nem csak a történelem vagy a földrajz órákon ismerkedhetnek meg a határon túli magyarság lakóhelyével, szokásaival, hanem párnapos kirándulás sorozaton fel is keresik őket. Ebben a programban vettek részt a Hungária általános iskola diákjai is. Már tavaly menni szerettünk volna, pályáztuk ezt a kirándulást, akkor Ukrajna lett volna az úti cél, de az ismert események miatt úgy döntöttünk, hogy választunk egy távolabbi célpontot, Erdélyt, konkrétabban Kalotaszeget, és akkor megmutatnánk a gyerekeknek, hogy élnek
határon túli magyarok Erdélyben, milyen az életük, milyen volt a történelmük, ami közös történelem tulajdonképpen, és azt szerettük volna, hogy megismerkedjenek egy kicsit az erdélyi kultúrával, népszokásokkal és egyebekkel. 3 napig voltunk kint, és a mi iskolánkból 18-an, meg ugye a másik iskolában is 18-an. Voltunk a tordai hasadéknál, havasreketjén. Nekem nagyon tetszett, hát, amit csináltunk, körtös kalát sütöttünk, mi. Ott, ahol Karotaszegen, ahol el voltunk szállásolva, ott a vendégházak nagyon jók voltak. Magyar Róna. És nagyon jó kajákat ettünk, nagyon finom volt minden, jókat aludtunk, és sokat hülyéskedtünk. Hát, meg sokat sétáltunk. Voltunk Kolozsváron, ott egy ilyen iskola diákjaival néztük meg a várost, megmutatták a nevezetességeket, Mátyás szobort, meg híres nevezetességeket, és utolsó nap pedig, mikor mentünk a tordás hasadékhoz, hát elég sokat sétáltunk, de nagyon jó volt, mert szép volt a táj. A kirándulást természetesen gondos felkészülés előzte meg. A diákok többek között kutatómunkán keresztül is bepillantást nyerhettek a sok szempontból hasonló, mégis nagyon különböző erdélyi kultúrába. Igazából készültünk sokat, mert az idegenvezető sok kérdést tett föl, történelmi, földrajzi kérdéseket, és ugye az ajándékokat is elkészítettük, rajzokat. Azt gondolom, hogy annyira felgyorsult az életünk, és annyira kinyílt a világ, hogy nem lehet bezárkózni, meg kell ismerni a határon túli magyarok életét, a kultúrájukat, ami nagyon sokban hasonlít, persze a miénkhez, de ugyanúgy nagyon sok mindenben eltér, és utána egyre szélesíteni kell ezt a látókört, mert a jövő az, hogy mindenki mindenkit ismer. A program azonban nem ért véget a hazautazással. Az élmények átbeszélésével még mélyebben, még tisztábban megmaradhattak az emlékek, információk a diákokban, valamint még vár a kirándulókra egy közös gasztróest is, amelyen a tanárok a határon túli magyarság egy-egy tipikus ételét főzik meg, ezzel is bemutatva egy következő lehetséges kirándulási célpont egyik hagyományát. A harcművészetekkel, a színjátszással, a színpadi tánccal és kézműves technikákkal is ismerkedhettek idén a fiatalok Kunbaracsona KMO Komplex művészeti táborában. A Kispesti Kultúrház 12 éve rendezi meg a tábort. Idén mintegy 90-en táboroztak a kunsági tanyán. 30-an, a Kinder Tojás Fesztivál győztesei, az önkormányzat 850 000 forintos támogatásának köszönhetően tölthettek itt egy hetet. A délelőtti szakmai foglalkozásokat délutáni játszótér és sportprogramok követték, a táborozók több helyre is kirándultak, és megnézték a környék nevezetességeit. A táborozókat Vincek György alpolgármester és Szújkó Szilvia, a Kulturális Bizottság elnöke is meglátogatta. Kiírjánk hamarosan a közbeszerzési pályázatot a Délpesti Utánpótlás Nevelési Centrum építésére, így jövő nyárra elkészülhet a létesítmény. Utána kezdődhet a Bozsik stadion bontása és újjáépítése. A stadion építésére már megvan az építési engedély, erről is szó volt a Budapest Honvéd szezonnyitó tájékoztatóján. Fiatal és tapasztalt játékosok közösen küzdenek azért, hogy a futballcsapata megváltozott szabályrendszerű NB1-ben jobb eredményeket érjen el, mint az előző bajnokságban. A csapat már majdnem teljes és nagy erőkkel készülnek szezonbeli első mérkőzésükre. A Budapest Honvéd idén nem örvendeztette meg hűséges szurkolóit, hiszen a tabella 13. helyén végzett. A következő szezonban a piros-feketék akadémistákkal és visszatérő játékosokkal igyekeznek bejutni az első 6 közé. Mi mind nagyon erős bajnokságra számítunk, hiszen idén csak 12 csapat játszik az NB1-ben, ezért mindenki igyekszik még jobb teljesítményt nyújtani. Így számunkra nem lesznek könnyűek a megmérettetések, ezért megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. Természetesen minden csapat erre törekszik, magabiztosak vagyunk és számítunk a szurkolóink támogatására. Jó hírekkel bőven szolgált a szerdai sajtótájékoztató. A jegyárak változatlanok maradnak. Az utánpótlás központ és a stadion építési tervei pedig az utolsó fázisban vannak.
A csapat pedig már majdnem teljes, és teli van bizonyítási vágyal. Én az előző évben végeztem az akadémián, 4 éven keresztül ott voltam, saját nevelésű játékos vagyok. A szezon végén debütálhattam, az első mérkőzésemet játszottam május végén, így ez lesz úgymond az első szezonom az NB1-ben. Fokozatosan szeretném magamat felépíteni, éppen ezért a saját elvárásom az, hogy a keretben egy alapélő tag legyek, és amikor megkapom a játék lehetőséget, akkor ezzel szeretnék élni. A csapat elvárások azok köztudattak, az első 6 hely közül szeretnénk megcélozni valamelyiket, hogy ezért fogunk idén edzeni, küzdeni, hogy idén jobban szerepeljünk, mint tavalyi szezonban. A csapatunk kerete ismert, még egy csatárt keresünk, vannak próbajátékosaink, de nem biztos, hogy ők lesznek azok, akiket igazolunk, meg még várunk is egy-két játékos, lehet, hogy nem a bajnokság kezdet előtt, hanem csak utána fogjuk tudni leigazolni. Tehát augusztus 31-ig, vagy azt hiszem talán szeptember 1-ig is van átigazolási periódus, és igazoljuk. A Rossi mester még egy ember szeretne igazolni, és az pedig hát egy gólerős csatár. A csapat lépésről lépésre szeretne haladni a szép eredmények felé. Először szombaton a Videóton ellen bizonyíthatnak. Gyere el, próbáld ki, szeresd meg! Ezzel a felkiáltással hívja focizni a lányokat, hölgyeket a Kispest honvédnői szakosztálya. Jó néhányan már jelentkeztek, de még van hely. A kiválasztó edzések helyszíne a Bozsik stadion, időpontja mindig csütörtökön, a késő délutáni órákban. Pontos információk a Kispest honvéd honlapján találhatók. Magazinunkban pedig megmutatjuk egy edzés hangulatát, és találkozhatnak néhány bátor, leendő női focistával is. Önök a Kispest TV heti hírműsorát látták. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a 0670 671 1919-es telefonszámon, vagy az info@kispesttv.hu e-mail címen. Adásainkat pedig megnézhetik az interneten a www.kispesttv.hu. Köszönöm a figyelmüket, de tudják, most jön a magazin, maradjanak velünk! Üdvözlöm Önöket, a magazinnal folytatjuk, nézzünk néhány témát a tartalomból. Erősítésnek a gyengébb nem, női focistákat toboroz a honvéd, jelentkezők már szép számmal vannak, de még várják a bátrakat a válogató edzéseken. Sportjáték nyáron is, idén is úszótábor a kispesti úszodában, a pingpongosok sem pihennek, edzőtábort szerveztek a gyerekeknek. Álmában csenget, sárga és a miénk. Kispest egyik jelképe a 42-es villamos, története kalandos, sorsa az itt élőké. Utána jártunk, milyen volt, milyen lett. Sok tervezett beruházás megvalósult az év első felében, és a második fél évben is számos fejlesztés várható. Van olyan beruházás is, amelyre megvan a keret, de technikai okokból már csak jövőre várható. Gajda Péter polgármester minden esetre elégedett az eddigi eredményekkel, a gazdálkodással, és úgy véli, egységes a munka a polgármesteri program megvalósításáért. Az esetleges vitákat pedig a képviselőtestületi munka során egészségesnek tartja. A vihar miatti kárrendezéssel kapcsolatban arra kérte munkatársait, hogy a közterületek mielőbb legyenek rendben, és úgy számolja, hogy a rekordösszegű, akár 100 milliós kárt a tartalékból és a körültekintően megkötött biztosításból állni tudják. Az elmúlt hét vihara nagyon súlyosan érintette Kispestet, különösen a Vekerle telepet, de sok részt Kispesten. Mit lehet tudni, pontosan felmérték-e a károkat, vannak-e már összegek? Hát egy nagyjából összeg van a múlt hét viharkáráról, ami a
az egész kerületet, illetve az önkormányzati intézményeket érintett. Ez az önkormányzati intézmények esetében sajnos most úgy néz ki, hogy eléri a 100 milliós nagyságrendet, tehát egy jelentős káreseményről van szó, de hát ezen túl természetesen a kerület közterületein, illetve az itt élők vagyontárgyaiban is súlyos károk keletkeztek. Nyilván attól a pillanattól kezdve, hogy tudtuk, hogy nagy a baj, a kollégák kint voltak az utcákon, behívtunk olyan kollégákat is, akik egyébként szabadságon voltak, nem dolgoztak volna aznap, illetve természetesen külső segítséget is kellett kérni annak érdekében, hogy a útszakaszokat meg tudjuk tisztítani, hogy a legveszélyesebb fakidőléseket fel tudjuk számolni, de ezen a héten is folyamatosan zajlik majd a közterületek megtisztítása, illetve a kárfelvétel, tehát akinek közterületen mondjuk gépjármű vagy bármilyen vagyontárgya megsérült, és eddig nem jelentkezett az a jogi irodánkon, a honlapon, a kispest.hu-n elérheti, hogy hol milyen károkat lehet bejelenteni, és természetesen megpróbálunk mindenkinek segíteni. A hét az még biztos, hogy arról fog szólni, hogy megpróbáljuk az eredeti állapotot visszaállítani, tehát rendbe tenni a útjainkat, járdáinkat, közparkjainkat, hiszen ezeken a területeken is sajnos súlyos károk érték az önkormányzatot. Talán a szerencse, a szerencsétlenségben az, hogy jó biztosításunk van, illetve hát természetesen a költségvetésünk stabil, tehát rendelkezésre állnak azok a források, amiben egy ilyen viszonylag helyzetre föl tudtunk, vagy föl tudunk készülni. Hát sajnos az a tapasztalat egyébként, hogy azóta, mióta a katasztrófa védelmi szervezését átalakították, ez hát, hogy fogalmazzak finoman, tehát nem ment flottul, olyan flottul, mint ahogy a régi rendszerben korábban az önkormányzat, a rendőrség és a katasztrófavédelem közti együttműködés, tehát nagyon sokáig magunkra voltunk hagyva. Tehát a károkat akár meg is lehetett volna valamennyire előzni, hogy ez az együttműködés máshogy működik? Én nem is gondolom, hogy a kár megelőzésével nem volt, hiszen egy ilyen helyzetre nehéz fölkészülni, persze a közszereti fák folyamatos karbantartásával foglalkozunk, de a kárelhárítás koordinálására gondoltam, tehát mi korábban egyértelmű jelzéseket és utasításokat tudtunk érni és adni a társszerveknek, ez most sajnos egy picit zökkenőkkel haladt. Hát az a szerencse, hogy mondjuk például a Kispesti Kapitányság vezetével nagyon jó a személyes kapcsolatunk, tehát velük egyből el tudtuk kezdeni a munkát, de még egyszer mondom, a katasztrófavédelem központjával, illetve a központi vezetéssel nagyon nehézkes az együttműködés. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy azért a szerda csütörtöki nap, szerda este, csütörtök pénteken már jól zajlottak, hát amennyire lehet egy ilyen helyzetben mondani, hogy jól zajlottak az események. Tehát úgy érzem, hogy a kerületben élők is türelemmel várták a segítséget, és bízom benne, hogy akinek kellett, annak azoknak tudtunk segíteni, illetve ezután is fogunk tudni. Hát, ahogy említettem, az a több mint 100 millió forintos kár, ami a közintézményeinkben esett, az azért fájdalmas, és egy jó darabig eltart még ezeket a károkat helyrehoz. Meddig tartott egyébként úgy nagyjából, illetve meddig tartott a zöld területeknek a rekonstrukciója? Én arra kértem, hogy a ma tartottunk vezető értekezetet, arra kértem a kollégákat, hogy próbáljuk meg ezen a héten rendbe tenni a kerületet, mert ugye a rendetlenség az rendetlenséget szül, tehát elkezdett, hogy nagyobb probléma, többet kell majd költenünk arra, hogyha úgy maradnak a közterületünk, megpróbálunk minden fát, gajat összeszedni, szemetet takarítani, erre jeleztem is a kollégáknak, hogy van plusz forrás, tehát fordítsunk erre plusz energiákat, remélem, hogy ez így lesz és sikerülni fog. Az intézményeknél meddig tarthat ez? Hát én azt gondolom, hogy az intézményeknél ugye itt a beázások, a tetőrongálások, a nyilászárókkal történt problémák, ezeket hosszabb ideig veszi ma igénybe a Vamüszt, illetve a munkatársait, külsős cégeket. Annyi még egyszer van a szerencse a szerencsétlenségben, hogy most ugye nincsen szorgalmi időszak, tehát az iskolák esetében nincs tanítás, ügyeletes óvodáknál ugye azért van, pedagógiai tevékenység bölcsödék esetében is, de bízom benne, hogy azért a nyár folyamán ezeket a problémákat meg fogjuk tudni oldani és felszámoljuk. Nincsen szorgalmi időszak és államigazgatási szünet is következik, nem fognak ülésezni a képviselők a következő hetekben, ősszel kezdődik majd a képviselői munka. Egy picit nézzük meg, hogy mi volt az elmúlt időszakban, ugye új képviselőkkel kellett indulni, másfajta bizottsági munka, egyes intézmények is új vezetőket kaptak, hogyan értékelni ezt az időszakot? Az még lehet, hogy lesz testületi ülés, és sose lehet tudni, hogy milyen olyan fontos ügy van, ami miatt nekünk ülésezni kell. A hivatal egyébként folyamatosan nyitva van, tehát várjuk
az ügyfeleket. Én azt gondolom, hogy talán egy kicsit könnyebben tudtuk elkezdeni ezt a ciklust, mint az előzőt, hiszen most egyértelmű felhatalmazást kapott egy egyszínű városvezetés, hogy a baloldali arra, hogy vezesse a kerületet. A korábbi években egy ilyen vegyes rendszer volt, hogy egy jobboldali többségű, vagy majdnem többséggel felálló testület, hiszen kiegyensúlyozottak voltak a testületi viszonyok, de senkinek nem volt többsége, vagy baloldali polgármesterrel. Azért sok energiát elvitt a kerület és az önkormányzat életéből az, hogy sok háttértárgyalás, megbeszélés útján jutottunk el végül is a döntések meghozatalaig, és volt néhány olyan ügy, amiben vagy én nem értettem egyet, vagy a testületi alkalmi többség, de azt gondolom, hogy ebből sokat nem éreztek a kispestiek, inkább talán nekem volt több feladatom, de hát ezért fizetnek. Most talán annyival könnyebb a helyzet, ahogy említettem ennek is, hogy viszonylag gyorsan föl tudtuk állítani a bizottságokat, testületeket, tehát nem ment el sok idő azzal, hogy saját magunkkal foglalkozzunk, azzal tudtunk foglalkozni, ami fontos, a kerület ügyeivel, a kerület működtetésével, a fejlesztési elképzelésekkel. Ugye hamar el is fogadta a képviselőtestület azt a polgármesteri programot, amit ígértünk a választóknak, talán ez volt a legfontosabb, hiszen nem volt külön kétféle program, hogy majd ezt megcsináljuk, amit ígértünk, azt meg elfelejtjük, azt szeretnénk végrehajtani, amit ígértünk a választások során, erre rá is bolintott a képviselőtestület, és ez a munka elkezdődött, ugye az egészségügy fejlesztésével, a műszerek beszerzésével, a pályázatok folytatásával, az uniós projektek folytatásával, hogy hamarosan elkészül az a két nagy projekt is, ami még az előző időszakból húzódott, tehát fővárostól nyertünk megint forrásokat annak érdekében, hogy meg tudjuk újítani a kerületi közterületeket. Úgyhogy elkezdődött a munka. Óvodák, bölcsödék, tehát az udvarfelújítások, tehát mindaz, amit ígértünk a kampányban, akár a közterületek kapcsán, az egészségügyben, az oktatásban, ezt megpróbáljuk maradéktalanul megvalósítani. Én azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha a kerületiek nem érzékelik, hogy van az önkormányzat, hanem mint a, mondjuk a levegő, az teljesen természetes, hogy végezzük a dolgunkat, ezt várják el a kispestiek, és közben természetesen azokat az ígéreteket, amiket akár a fejlesztés, akár a működés területén ígértünk, azt szeretnénk megvalósítani. Hát most ez zajlik tulajdonképpen 5 éven, most már lassan 4 éven keresztül, ez a célunk, nincs más. Ugye a képviselőtestületi ülések nyilvánosak, a televízióban követhetik a kispestiek, tehát látják, hogy azért vannak viták egyes kérdésekben, akár óvoda átalakításokkal kapcsolatban, akár például a piaci bérleti díjakkal kapcsolatban komoly viták voltak. El lehet ezeket simítani? Én azt gondolom, hogy igen. Hát nyilván egy olyan testületben, egy 18 fős testületben, hogy 4 tagú az ellenzék, ez a feladatuk, hogy hallassák a hangjukat. Én azt gondolom, hogy vannak olyan ügyek, amik teljesen természetes módon merülnek föl, például a intézmények összevonásával kapcsolatban is egy ilyen ügy volt. Egyébként valóban csak azért terveztük, mert lejárt az egyik intézményben a vezető pályázata, így meg tudtunk volna spórolni közel 10 millió forintos összeget, de akkor is azt mondtam, hogy ha ez bárkinek feszültséget okoz, akkor most van olyan helyzetben az önkormányzat költségvetése, hogy ezt a feszültséget akkor simítsuk el úgy, hogy nem tagovodaként, tagintézményként működik ez az óvoda, hanem ugyanúgy önállóan, ahogy eddig. Egyébként a kerületben több olyan intézményünk is van, amely tagintézményként kiválóan működik, de nyilván a testület, én azt mondom, hogy bölcsen úgy döntött, hogy most talán nem olyan fontos az, hogy 5 vagy 10 millió forintot megspóroljunk, sokkal fontosabb, hogy a gyerekek és a szülők nyugodtan ugyanúgy, ahogy eddig, ugyanabban a struktúrában tudjanak tanulni. Így lett volna ez egyébként ettől független is, ha ez a tagintézményi válás megtörténik, hiszen sem a pedagógiai programot, sem a csoportlétszámot, semmit nem érintett volna ez az ügy. De én azt gondolom, hogy jó döntés született. Hát még egyszer, tehát testület meg erre való, tehát az egy politikai szervezet, ott lehet ilyen kérdéseket felvetni, ott lehet kifelé beszélni, mi meg közben szépen nyugodtan végezzük a dolgunkat, azt, amiről az előbb is beszéltem, működhetjük a kerületet, és azokat a fejlesztési célokat, amiket kitűztünk, azokat megpróbáljuk megvalósítani. Vannak olyan fejlesztési elképzelések is, illetve érintik a kerületet, de mondjuk a fővároshoz tartoznak, vagy közös munkát igényelnek a fővárosi közgyűléssel.
ugye amelynek ön is a tagja. Milyen a fővárosi közgyűlésre az együttműködés, és azok a beruházások, azok a tervek, elképzelések, akár a Ferihegyi út, akár a határút, vagy akár a Vekerlei vízórák kérdése, amik érintik a kispestiek mindennapjait, ezeket hogyan tudják egyeztetni, hogyan folynak ezek? Én azt gondolom, hogy a főpolgármesterrel és helyetteseivel is szerintem kiegyensúlyozott a kapcsolatom. Nyilván most a Vekerlei vízórák ügyében majd, hát nem majd, már elkészült egy előterjesztés, amit fog majd tárgyalni a közgyűlés. Ez egy olyan ügy egyébként, ami tulajdonképpen annyiban érinti az önkormányzatot, hogy Kispest közigazgatási határán belül fekvő ügyről van szó, egy speciális helyzetről, de nem az önkormányzat okozta, nem a lakók, egy jogszabályi változás miatt kerülnek nehéz helyzetbe, vagy kerülhetnek nehéz helyzetbe az itt élők. Ezt próbáljuk most majd valamilyen úton, módon elsimíteni és segítséget nyújtani az itt élőknek. De még egyszer mondom, hogy a pályázati pénzeket is nyertünk a fővárostól, tehát én abban bízom, hogy ezek ez a kapcsolat ez jól működik és sikeres. Látható, hogy amit a kampányban is kértünk a fővárostól, a határút és környékének a rendbehozatal, ugye most az intermodális csomópontról, a metró végállomásról beszélek, ez is zajlik. Annak ellenére persze, hogy azt tudjuk, hogy nem Kispest közigazgatási határán belül fekszik a határúti metró végállomásnak az a része, de leginkább a kerületieket érinti, ezért lobbiztam én magam is sokat azért, hogy ez az ügy megoldásra kerül. Most már látható, hogy talán határidő betartásával sikerül ezt a területet rendezni, és hát várjuk persze azokat a fejlesztéseket, amikről már tárgyaltam én magam és főpolgármesterrel, illetve helyettesével, az Ady Endre út felújításának folytatásáról, illetve kisebb útkereszteződések, csomópontok rendbetételéről, közlekedési lámpával való ellátásáról és hasonló ügyekről kell a fővárossal egyezkednünk, ez szerintem jól működik. Van olyan ügy, ami ugye állami ügy, de mégiscsak érinti a kispestieket, ilyen az illatos úti vegyi művek telepeinek kérdése, ahol ugye veszélyes hulladékokat tároltak, egy részét elszállították, de ugye nagyon sok hordó ott van még, és kíváncsiak a kispestiek arra, hogy vajon a levegő, a víz mennyire szennyezett a környezetükben. Ugye a saját méréseket is szeretnének végezni, és ennek most már nincs akadálya. Így van, ezeket az engedélyeket megkaptuk. Ugye az egész történetet nem szeretném feleleveníteni, hiszen sokat beszéltünk erről. Mi valóban az önkormányzatnál azt ígértük, hogy megvizsgáljuk, hogy a talajvízben, illetve a levegőben van-e olyan szennyezés, ami veszélyeztetheti a kispestieket. Erre most már valóban megkaptuk az engedélyt, tehát egy hitelesített méréssel tudjuk majd bizony nyitani pró vagy kontra az, hogy van-e vagy sem veszély. Nagyon bízom benne, hogy egy megnyugtató adatot tudunk majd szolgáltatni a kispestieknek, és akkor lehet erről újra beszélni, mi a további teendő. Ugye a következő időszakban is több beruházást terveznek, bár ugye nem pihennek nyáron, de a nagy munka mégiscsak ősszel indul majd újra. Mik azok a nagyobb tervek, elképzelések, amik akár megvalósulhatnak az év második felében, vagy elkezdik tervezni az év második felében, és mondjuk jövőre megvalósulhatnak, akár itt mondjuk a stadion rekonstrukcióra is gondolom. Így van, hát ugye ez egy olyan kérdés, a Bozsi stadion ügy, ami megint csak nem önkormányzati feladat, de érint minket. Én mindig azt mondtam ez ügyben is, hogy hát örülnénk annak persze, hogyha 5 milliárd forint, amennyit a stadionra szállna a központi költségvetés, hasonló mennyiségű vagy hasonló mértékű összeg jutna mondjuk az óvodáinkra, iskoláinkra, bölcsödeinkre, tehát kapnánk az államtól, de természetesen minden ilyen típusú központi infrastruktúrális fejlesztésnek örülünk és támogatjuk, mert azt gondolom, hogy ez is hasznos lehet a kerületnek, és hát bízunk benne, hogy egyszer eljön majd az az idő, amikor a kormányzat nagyobb hangsúlyt fektet, vagy fektethet az oktatásra, óvodákra, bölcsödékre, iskolákra, mert ezt jelen pillanatban ezeknek az intézményeknek a felújítását, karbantartását, azt az önkormányzatnak a saját büdzséjéből, saját költségvetéséből kell megoldani. Ugye most is zajlik több ilyen intézményben felújítás is, akár tetőfelújítás a Zöld Ágacska óvodában. Van egy olyan tervünk, hogy egy új játszóteret alakítunk ki Kispesten. Nyilván ezt most nem fogunk elindulni ebben az évben, hiszen egy vizes játszótérről van szó, nyár közepén már ebben nem érdemes belevágni, de a tervekkel elkészültünk. Hamarosan elindul majd a beruházás a Kossuth téri piac mögött, illetve nyertünk még plusz pénzt a fővárostól a Kosárfonó utcára, annak a rendbetételére. Tehát azt gondolom, hogy talán egy sikeres évet fogunk zárni, és a következő is hasonló lehet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.
Somogyi Lászlóné Ildikó baloldali támogatással civilként került az önkormányzat testületébe. Bekerle és hagyományos Kispest tanácsnoka. A legfontosabbnak a közös gondolkodást tartja. Azt, hogy a kerületért, az egyes körzetekért a képviselők és a civilek közös tervek mentén egyetértésben tudjanak tenni. Vannak fejlesztési elképzelései a Kóskároly téren, és szeretne kialakítani a környéken egy kutyafuttatót is. A vekedlei vízórák ügyében azt kéri az ott élőktől, hogy a következő napokban, hetekben mindenképpen keressék fel az ideiglenes ügyfélszolgálatot, és kezdjék intézni a sokszor hosszadalmas és bonyolult ügyeket. A képviselők munkáját bemutató sorozatunkban most őt ismerhetik meg. Somogyi Lászlóné, Ildikó, Vekerle és hagyományos Kispest tanácsnoka. Terveiben, elképzeléseiben számos fejlesztés szerepel, és az, hogy konszenzusban képviselőtársaival és a civilekkel tegyenek a városrész jövőjéért. Ez egy elég összetett feladat, főleg itt Vekerlén. Én úgy gondolom, hogy a Vekerle tanácsnokának az a feladata, hogy egész Vekerlét átlássa, tudjon a problémákról is erről tájékoztatást kapjon, és hát főleg támogassa azokat a képviselőket, akik ugye itt dolgoznak. Így gondolok Ékes Gáborra is, aki nagyon jó képviselő, és az elmúlt években is remekül képviselte Vekerlét, és szeretném, hogyha ezt tudnánk folytatni együtt közös munkában, és Vekerlért tenni közösen, ami egyrészt gondolom nagyon fontos, főleg, hogy most elég sok probléma is érte Vekerlét. Mint Vekerle tanácsnokának ugye egyeztetnem kell a Vekerlén élő összes civil szervezettel, illetve nagyon várom, hogy megkeressenek és tegyenek nekem programajánlatot, hogy mit gondolnak, mit várnak magát az önkormányzattól. És úgy gondolom az a feladatom, hogy az önkormányzatot és a civil szervezetet, illetve Vekerlén ugye azt, ami megvalósításra vár, illetve kialakítható, vagy tervek vannak még ezzel kapcsolatban, azt feltétlenül támogassam, és ezért mindent meg is tegyek, hogy az önkormányzat legalább egy részét meg tudja valósítani. Terveim vannak, igen, nagyon sok, és mondom, ebben az első az, hogy a civilekkel egyeztetve megoldani azokat a problémákat, amik vannak. Ugye most lesz egy nagy projektunk, ugye az Almavirágtér, amit természetesen a Vekerlei Társaskör által kezdeményezett ügylet, ugye a polgármesteri hivatal vállalásával együtt. Nagyon remélem is, hát, hogy minél előbb megvalósul. Hát én úgy tudom, hogy már el is fog kezdődni nem sokára a munkálat, és szeptember végéig be is fogják fejezni. Mit kell csinálni az Almavirágtéren? Milyen most, hogy fog kinézni, amikor készen lesznek a munkák? Hát ugye jelen pillanatban az Almavirágtér egy keresztben futó utca, és ezt próbáljuk a Vekerlei Társaskörnek egy kezdeményezésére körforgalmúvá tenni. Nagyon szép lesz, körforgalomba fognak menni az autók, és középen pedig egy tér lesz, ahol ki lehet majd ülni, parkosítanak nagyon szép megoldásokkal. Szeretné rendbetetetni a zöld terület egy részét is a Kóskároly téri játszótéren és a parkban. Nagyon sok megkeresés érkezett, hogy tulajdonképpen a felújított park egy kicsit lelakott már. Most körbejártunk itt egy-két emberrel és a zöld parkos kollégával, és megállapítottuk, hogy való igaz a külső részen is körben a régi fákból meg az újakból is már kivágásra kerültek. Most ezek helyét fogjuk itt idén pótolni, erre a zöld programirodától kaptam is egy ajánlatot, hogy mindenképpen szeptemberig ezt befejezik. És úgy tervezzük, hogy a játszótérnél ezt a folyósövényt itt nagyon sok helyen ki van kopva. És hogy ezt is pótolni fogjuk pontosan azért, hogy a gyermekek a biztonsága érdekében, hiszen itt azért a busz megálló közelében a kipufogógáz elég mérgező, és jó lenne még, hogy akkor is, hogyha ugye a buszok most már azért környezetbarátak, de azért erre szükség van. Tehát megpróbáljuk a Kóskároly téren minden olyan fát, bokrot, ami szükséges, és muszáj lerendezni, pótolni, átalakítani, hogy egy kicsit azért megint olyan legyen, mint fénykorában ez a tér. Mikorra várható ez a beruházás? Úgy néz ki, hogy szeptember végéig meg fogjuk tudni oldani. Hát nagyon remélem, hogy most ugye a vihar okozta károk, ugye a zöld programiról elég sok időt és embert elvesznek, és ugye a közpark nagyon sokat dolgozik, de remélem, hogy azt minél előbb meg tudjuk oldani, és mindenkinek ebbe tudnak segíteni a fiúk, és akkor utána szeptemberig tényleg be tudjuk fejezni a Kóskároly teret is. Az életfánál is szükség lesz munkálatokra az előregedett talapzat miatt. Teljesen tönkrement szinte az alapzat, mindenképpen a közparkos kollégákkal, természetesen a Vekerlei Társaskörrel egyeztetve, Romhányi úrral természetesen, idén meg fog történni ennek a javítása, a pótlása, illetve ott, ahol szükséges a fák cseréje és az egész talapzat kicserélése. Hát nagyon remélem, hogy ez akkor majd mindenkit megnyugtat, hogy akkor ez nem,
nem fog okozni több gondot. Volt egyébként probléma belőle, vagy egyszerűen esztétikai gond? Nem volt probléma, még szerencsére esztétikai problémát okoz csak ez, igen. Mennyibe fog kerülni a felújítás vélhetően? Hát reményeim szerint nem fogja meghaladni az 1 millió forintot, de hát ugye ez akkor fog kiderülni, amikor majd szétbontják, és meglátják, hogy mit, hogyan. Hiszen ide jó minőségű fát kell betenni, le kell kezelni, ezt tartósítani kell, tehát hogy még egyszer egy ilyen hamar ne fordulhasson elő. Régi terve egy kutyafuttató kialakítása a környéken. Az, hogy hol az, még ugye képlékeny dolog, arról már ugyan voltak társadalmi egyeztetések, de volt 3-4 olyan cím, amit mondtak az ott lakók, hogy ők ezért nem szeretnék, hogy itt legyen, tegyen máshová. Mindenképpen szeretnék ezt. Meg fogom valósítani, ez egy álmom, hiszen ugye az egyik programom ez is volt, amikor beszélgettem itt az emberek, amikor a körzetet jártam még októberben, hogy kutyafuttatót szeretnének. Igen, Vekerlén nincs kutyafuttató. Vekerlén az emberek azért mindig azt mondom, hogy Kispestnek a másik oldalára, vagy Vekerlén másik oldalára járnak át, ami azért ugye nem jó. Sem az ott lakóknak, sem az itt lakóknak szükség van itt Vekerlén egy kutyafuttatóra, és ehhez azért kérném a lakosok támogatását is. Nyitott vagyok arra, hogy hol legyen, tehát ezt úgyis felülvizsgáljuk, társadalmilag azért ebben konszenzust fogunk csinálni. Vekerlei társaskör véleményét természetesen kikérjük, és minden olyan civil szervezetét, aki ebbe szívesen részt venne, és kérném a támogatásukat is ebben, mert azért erre szükség van. Ez egy hiány, és Vekerlén is azért vannak kutyák, és azért, mert kertben van, az nem ugyanazt jelenti, szocializálni kell nekik is. Mindenféleképpen úgy gondolom. Sikerült elérni, hogy a vízórák kialakításával kapcsolatos ügyeket augusztus végéig lehessen intézni az ideiglenes ügyfélszolgálaton a Kós Károly tér 9-ben. Egyelőre úgy néz ki, hogy a kapacitást nem tudják kihasználni az itt lakók, amiért elég szomorú vagyok, mert azért legyünk tárgyilagosak, az, hogy most bejönnek, azért nem azt jelenti, hogy azonnal el lesz intézve. Tehát többszöri időpont egyeztetés kell és többszöri bejövetel ahhoz, hogy el lehessen intézni az ügyeket. Két dolog változott egyébként azóta a vízművekhez szemszögéből. Az egyik pedig az, hogy úgy néz ki, hogy az ikerórákat most már nem 40 ezer forintért, hanem ingyen tudják felajánlani a vekerleiek számára, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. Illetve annyit változás történt, ami nem biztos, hogy annyira jó a vekerlejekre nézve, hogyha az akna nem a tulajdonon szerepel, tehát nem ahhoz a házhoz tartozik, hanem egy másikhoz, akkor nem elég az 51%-os jóváhagyás, hanem 100%-os jóváhagyás kell a tulajdonosok részéről, ami nagyon fontos, és erre oda kéne figyelni, azt hiszem minél előbb. És ki kéne használni azt, hogy augusztus 31-ig itt vannak, mert utána már ugye ez megoldhatatlan, hiszen visszakerül ugye a könyvtár tulajdonába ez a helység, hiszen ő nekik is szükségük van a bővítés és a renoválásra. Azért a 13. kerületben nem kéne bejárni a vekerlejeknek, hiszen sok idős emberről beszélünk. Tehát fontos lenne, hogy nem mindenki augusztus 20-án kezdjen eljönni, hanem korábban. Így van, feltétlenül minél előbb, és azt tanácsolom, még hogyha szabadságra is mennek, akkor is előtte inkább, hogy milyen papírokra van szükség, hogy áll egyáltalán a helyzet, és akkor utána el lehet menni szabadságra, és akkor, amikor a papírok be vannak szerezve, akkor le lehet itt adni az ügyfélszolgálaton. Itt ugye nagyon különböző problémákról van szó, tehát gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy minden házban mást kell intézni, tehát ezért nagyon összetett ugye az ügy. Így van, tehát nincs két egyforma ügy, soha nem is volt, nagyon összetett. Néha nagyon nehéz is eligazodni, és főleg egy átlagpolgár pedig nem is tud szerintem ebben az ügyben eligazodni annélkül, hogy bejönne, és a vízművek rámegy rögtön a honlapra, és a honlapon megnézi, hogy honnan van a bekötés, kiket érint, hány főt, hány embert. Még valamikor nem is egy társasház, két társasház, nagyon-nagyon bonyolult ez így van. Nagyon nehézkes is ez ezáltal az ügy. Fogadóóráiban és a mindennapi munka során is folyamatosan várja a megkereséseket a körzetében élőktől. Nyári tábor az úszodában is, hagyományos úszótáboruk idén is rengeteg kisiskolást vonz az egész nyár folyamán. A napközis tábor alatt ugyan a medencéki a főszerep, de a szervezők kihasználják a kispesti úszoda teljes udvarát, így a gyerekek más sportágakba is belekóstolhatnak. Kispesten nyáron is tombol a sportélet. Strandröplabda bajnokságnak ad otthont a kerület. Megújult skatepark várja a görkorisokat, de deszkásokat, vagy éppen a rollereseket. Tolonganak a biciklik a kerékpárutakon, zsonganak a parkok a labdapattogás hangjától. Természetesen a kispesti úszoda sem maradt ki a pezsgő sportéletből. Nyáron milyen az úszoda élete?
Hát zsúfolt mindenképpen. Szerencsére nem panaszkodhatunk, egész nyáron vannak táboraink, saját szervezésű, és a kerület egyéb intézményei is jönnek hozzánk táborozni, kerületen kívülről is jönnek hozzánk táborozni, és a vendégek is, a lakosság is nagyon szereti az úszodát látogatni. Ez a nyári tábor az úszoda fennállása óta működik, úgyhogy egy napközi rendszerben a gyerekek napi két úszással, egy ebédeléssel és egy uzonázással töltik itt az idejüket, közben mi igyekszünk mindenfajta sportággal színesíteni, amit a úszoda kertje elég sok fajtát biztosít, valamint van egy nemzetközi játékunk, ez a számháború, amiért a gyerekeknek a 30%-a jön, mert ezt azért nagyon kevés helyen játsszák. Ezt amikor az iskola befejeződik, akkor elkezdjük, és augusztus közepéig tart a tábor, heti rendszerben folyik. A létszám az mindig változó, most például itt 66 gyerek van, amit két óvodapedagógusa és két oktatóval oldunk meg, de hát ez változó 20-tól 70 főig. A korosztály az 5 éves kortól, elvileg 14 éves korig, de nagyon sok olyan visszajáró gimnazisták van, akik olyan jól érzik magukat itt, hogy itt maradnak, és így aztán hát vannak gimnazisták is, sőt egy-két egyetemista is előfordul, akik szívesen úsznak és jól érzik magukat. Magyarország a világversenyeken nagyszerű eredményeket produkál az úszás minden ágában. Ez követendő mintaként szolgál sok-sok gyermek számára, akiknek példaképei úszó olimpikonjaink közül kerülnek ki. Csatlakozási feltétel az, hogy a táborozó tudjon úszni? Miután úgy oldjuk meg, hogy teljesen kezdők is előkerülnek, így a teljesen kezdőtől kezdve a kiválóan úszóig mindenki tudunk foglalkoztatni. Most is olyan rendszer van, hogy 4 csoportba osztottuk őket. 2 csoport a kisvízbe úszik, és 2 csoport a nagyvízbe. A nagyvízbe 2 pályán úsznak, úgyhogy teljesen az úszás tudásnak megfelelően tudunk velük foglalkozni. A kispesti úszoda azonban nem csak a medencékről szól. A hatalmas kerthelyiségben számtalan sportág képviselteti magát, amelyek a fejlesztések tekintetében is kiemelt figyelmet kaptak. Nemrégiben 3 strandröplabdapálya is épült, ezzel a kispesti úszoda az egyik legnagyobb strandsport létesítményé vált. Melyik az úszoda legnépszerűbb pontja? Hát így nyáron mindenképpen a kert, meg mindenképpen a kertnek minden pontja, tehát gyakorlatilag ha árnyék, akkor árnyék, a nap, akkor nap, de alapvetően egész éves tekintetben azt gondolom, hogy a szaunák a legnépszerűbbek, 2 darab 15 fő, 20 fő befogadására képes szaunánk van, elég nagyok, tehát ott mindig nagyon sok vendég szokott lenni, és nagyon szeretik, különböző illatokkal szoktunk készülni, amivel felöntéseket szoktunk csinálni, és igazából ott elég jó kis ilyen közösségi élet szokott lenni a szaunában. Említette, hogy több sportágat is kipróbálhatnak itt. Mi szokott a legnépszerűbb program lenni? Hát a műfőves focipályánk még megvolt addig, az egy igen népszerű dolog volt. Most is van, strand homokján tudnak focizni, de hát annál a zsinórlabda, a kosárra dobás az népszerű, és azon kívül kiváló pingpongasztalaink vannak, ahol a gyerekek ki tudják próbálni a pingpongozást is. A homokozó az nagy népszerűségnek örvend, mert ez az a homokozó, ahol nyugodtan a vízzel is tocsoghatnak, és ezt otthon sem szeretik a szülők, amikor tiszta homok lesz a gyerek, itt viszont le tudjuk utána mosni, és tisztán adjuk vissza őket. A nyári szezon előtt az úszoda megtartotta szokásos júniusi karbantartását, de a szünet után újra igénybe vehetővé váltak a medencék, a szaunák, valamint az idei év első újítása, az élményzuhanyok is. A legmelegebb hónapok végeztével pedig másik kerékvágásba zökken vissza az úszoda élete. Szeptembertől fog indulni, ugyanúgy, mint az elmúlt 25 évben ez az oktatás. Ez gyakorlatilag minden délután elérhető különböző szinteken, és bevált és szakmailag nagyon felkészült oktatók tartják. Az idei év, vagy hát a tavalyi évtől új, hogy ismét lehet babaúszás a kispesti úszodában, a Simony Zsigmond utcában, és nem csak a Vekerlei tanúszodában is, és idén most már egy éve megy a babaúszás, és most már gyakorlatilag szombat délelőtt, majdnem teljes délelőtt, tehát lefedi 3 különböző korosztályban, 3 különböző csoportban úsznak a babák is, babák, papák, babák, mamák nagyon szeretik az úszodánkat. A szeptembertől a tanév végéig folyamatos, rendszeres oktatás van, ami heti 2 vagy 1 alkalmat kezdőtől kezdve ugyanezik a haladókig tartjuk.
ezeknek a táboroknak is egy jó része azokból a gyerekekből jön össze, akik ugye megismerték az úszodát, megszerették, és akkor, ha már nem is járnak rendszeresen úszni, akkor legalább nyáron egy-egy hétre eljönnek, amikor a szülőknek is segítünk, meg ők szívesen jönnek vissza. De visszatérve, ez az oktatás, ez havi befizetéses rendszerbe folyik, és hát általában úgy néz ki, hogy egy szeptemberben kezdő 6 éves gyerek az a májusra a mélyvízbe tud úszni. Tehát mi igyekszünk olyan sikeresek lenni, hogy a gyerek megszeresse a vizet, és a szülőnek meg biztonságot adjunk, hogy ő nyugodtan leülhessen a strandon, vagy a Balaton partján, és a gyerek biztos, hogy ki fog jönni a vízből. Ez a víz pedig még kellemesebbé válik a jövőben, hiszen az úszoda tervei között a gépház csőrendszerének korszerűsítése szerepel az első helyen. Így tehát a fejlesztés nem lesz látványos, viszont a hatását mindenki érezheti, ha ellátogat a Simonyi Zsigmond utcába. Lehet rangsorolni, hogy milyen okokból keresik fel az úszodát, edzés vagy hobbi szinten? Igen, azt gondolom, hogy a kerületben, meg így a környéken is a sportuszoda jellegét megtartotta a kispesti uszoda, mert a környéken, Délpesten az egyetlen, amelyik egész nyitatartás időben elérhető a lakosság számára, és 33 méteres, tehát versenyuszoda, ezért nagyon sok olyan vendégünk van, aki sportolásra, vagy pedig valamilyen nagyobb sportteljesítményre készülve jár az úszodába. Több csoport is van, akik a Balatonátúszásra készültek, vagy készülnek az úszodában. Vannak, akik az Ironmanre készülnek nálunk, tehát nem meglepő látni olyan vendégeket, akik egész délelőtt csak róják a hosszokat, mert 10-15 kilométereket is leúsznak nálunk, tehát tényleg megmaradt ez a sport jelleg. Ön hogyan látja, a mai gyerekek hogyan viszonyulnak az úszodához, és mennyire tudnak úszni? Hát Kispest is egész jól el van látva vízfelületekkel, úgyhogy itt is egész jól megtanulnak, mert a kötelező úszásban is a második, harmadik, negyedikesek is megfordulnak mind a két úszodánkban. Most már nagyon népszerű kezd lenni az úszás, hál' Istennek a ellátottság miatt, valamint divat lett, hogy úszni tudni kell, mert azért annyi sok jó hely van Magyarországon, ahol ha az ember úszni tud, akkor egy picivel több élvezethez, szórakozáshoz jut, és ezt már a szülők is fölismerték, a gyerekek megigénylik. A szakemberek az úszást az egyik leghatékonyabb sportágnak tartják, hiszen minden izmot átmozgat, mégis kevésbé fáradunk el a tempózás közben. Ennek gyakorlására szerencsére országszerte számtalan lehetőség kínálkozik, Kispesten is. Könnyű nyári olvasmányok, mondjuk egy rejtelmes, szívhez szóló történet a Balatonról, vagy egy izgalmas ifjúsági regény egy mackóról, akit egy pályaudvaron felejtettek, netán a robotok története. Ilyesmiket olvasnak a gyerekek, ha letehetik a tankönyveket, legalábbis ez derült ki az Üllői úti könyvtári játékra behozott történetekből, a gyerekek élménybeszámolóiból. És ilyeneket ajánlanak nekik a könyvtárosok, akik szeptember közepéig várják a kispesti könyves kupára a rajzokat, írásokat. Olvasókban szerencsére nincs hiány. Sorba jönnek a látogatók a nyári időszakban is a könyvtárba. Van, aki itt olvasgat, és majdnem mindenki kölcsönöz is könyvet. Jönnek folyamatosan azok a gyerekek is, akik már gyűjtik a pecséteket hetek óta a könyvtári játékon. Kölcsönöznek, írnak, rajzolnak. A Robotok című könyvről Mimi csodából írtam. Érdekes könyv volt? Nagyon. Mit tudtál meg belőle a robotokról? Mondj el egy-két dolgot. Hát mondjuk végignéztem az összeset, láttam, hogy készül egy robot, hogy mi van a robot szerkezetében, mert még egy csomó érdekes robotot. És ezeket le is írtad a könyvtárnak? Igen. Milyen könyvet olvasol most? Most egy Ropi naplója, a harmadik kerék és Puszirablók. És ezekről mind írni fogsz? Majd igen. A versenyben vagy a soppon gyűjtésért? Igen. Elvileg az osztályból én vagyok a legjobb eddig, mert eddig még senkit nem láttam, hogy bejött volna gyűjtőmunkával. Én voltam a legelső. Hanyadikos vagy? Harmadikos leszek. Most Paddingtont olvasok, meg még Teasztiltont. Hát körülbelül ennyit szoktam olvasni, mert sok táborba megyek, meg kirándulni,
Meg egyéb fontos dolgokat szoktam csinálni a nyáron. Miről szólnak ezek? Hát a Paddington, hát arról szól, hogy egy kismedve a Perúból érkezik, és egy család megtalálja a Paddington állomáson, és befogadják, és aztán egyéb kalamajkákból keveredik a kismaci. A könyvtárosok nagy örömmel olvasgatják a történeteket. Egy 12 éves lány prezentációt is készített például a könyvtár honlapjára a játék kapcsán. Ez nagyon jó reklám az olvasásnak. Akik persze csak most kezdenek gyűjtögetésbe, azokat folyamatosan tájékoztatják a szabályokról. Nagyon jó érzés olvasni, különösen amikor a könyvtárról írnak a gyerekek, könyvtárról történetet találnak ki, mert ez egésznek az a célja, hogy egy kicsit közelebb hozzuk hozzájuk a könyvtárat. Tehát három feladat közül lehet választani. Az egyik az, hogy könyvajánlót írnak, hogyha a megadott könyvekből írnak, akkor még több pecsétet is kapnak ebbe a kis útlevélbe. És hogyha írnak egy fogalmazást arról, hogy a nyár és az olvasás, akkor még több pecsét jár nekik, valamint hogyha a könyvtárról kitalálnak egy kis történetet, akkor is öt pecsétet kapnak, tehát akkor is gyorsabban betelik az útlevél, és hamarabb kapnak ajándékot. Fontos persze, hogy a szülők folyamatosan motiválják a gyerekeket az olvasásra. Könyvtártagok voltak kicsi korok óta, az ülőítő könyvtárban lehetett ilyen bébi jegyet váltani a számukra, és igazából a legnagyobb három éves kora óta heti-két-heti rendszerességgel jövünk le, sokat olvastunk neki, sokszor lefekvés előtt, aztán egy idő után áttértünk a reggeli olvasásra, mert jobban be lehetett illeszteni, és igazából utána most már ugye, ahogy nagyobbak, egyre többet olvasnak maguktól, de nyilván sokszor kell jönni a figyelmet, mert a más digitális eszközök elvennék a figyelmüket, de ha az ember időnként emlékezteti őket, akkor nem reménytelen. A könyvtárnak az akcióiba általában részt veszünk, amennyire tudunk. Most is például próbáljuk írni ezeket a történeteket, ez mindenféleképpen jó, mert az írást is gyakorolják, a fogalmazást is. Nyilván egy napló jelleggel ez későbbiekben elővehető, és akkor lehet rá hivatkozni. Tehát ezt mindenféleképpen jó ötletnek tartom. Nyárra a gyerekeknek is könnyű olvasmányokat ajánlanak. Ugyanúgy, ahogy a felnőttek, ilyenkor egy kicsit lazább és vidámabb történeteket szeretik ők is. Hát ugye elsősorban strand mellé ajánljuk az ilyen kis nyári kalandokat. Nagyon jó például Nyulász Péternek a Helka című regénye, amelyiknek megjelent már a folytatása is a Ciprián, és ez a Balatonról szól. Tehát, hogyha valaki a Balaton mellé megy, akkor érdemes balatoni történeteket, mondákat vinni oda, és ez egy egész jó kis meseregény ahhoz, hogy egy kicsit a Balaton környékébe belekóstoljon a gyerek. Július 23-án csütörtökön G100 Ilona írónő Álomszövő Pendula című könyvét mutatja majd be a kispesti könyvtárban. Az író-olvasó találkozón beszélgetnek az álmokról és arról is, hogyan ne féljenek álmaiktól a gyerekek. Indián álomcsapdát is lehet majd készíteni, melynek segítségével megőrizhetjük álmainkat. A gyengébb nemmel erősít a Honvéd. Női foci szakosztály toboroznak, erre tartanak kiválasztó edzéseket csütörtökönként, hogy a sportolni vágyó lányok, hölgyek is kipróbálhassák magukat ebben a férfiasnak tartott világban. Jelentkező van szép számmal, de még nem tett be a létszám. Gyere el, próbáld ki, szeresd meg! Ez a jelmondata a Kispest Honvéd alakulóban lévő női szakosztályának. Ugyanis minden korosztályból toboroznak olyan lányokat, illetve hölgyeket, akik kedvet éreznek magukban arra, hogy közösen rúgják a bőrt. Tulajdonképpen hetente tartunk csütörtökönként egy válogató edzést, és mikor jelentkeznek a lányok Facebookon vagy telefonon, akkor eljönnek ide az edzés napokon. Csütörtökönként van itt edzésünk, és ott kiválogatjuk őket, megnézzük milyen tudással, hogy kezelik a labdát, milyen a mozgásuk, és ennek megfelelőképpen megbeszéljük velük, hogy mi lesz a következő. Nekem mind ez volt a legfontosabb, egy karaktercsapat szeretnek építeni, mert karakter nélkül és fegyelem nélkül nem lesz eredmény.
futballban mindenki tudja, hogy a taktik van a legfontosabb, és taktik nélkül nem lehet futballozni, és nem lehet eredményes, és taktik csak úgy lehet valósítani, hogy a játékosok, minden egyes játékosok olyan karakter van, amit te filozófiádra beszél, mint a edző. Én filozófiám ez van, hogy fegyelem, karakter és fair play egy játékos, és akarat minden, természetesen akarat nagyon fontos. Hogy hogyan kell egy női csapatot edzeni, és mi a titka a jól működő együttesnek, azt is megtudhattuk. Én férfi csapat, sok csapat, 3-4 csapat Németországban voltam edző, sokan nehézebb. Nehézebb, mert holdzsák kicsit érzékelesek, mint a fiúk. Fiúkat lehet kicsit durvan, agresszív, kicsit lehet állítani, kicsit tud olyan kemény szembe, hogy mondok, a találni, és lányokkal nem lehet például. Oké, én szoktam kiabálni, utána lányokkal, edzés után mondom, hogy elnézést, de muszáj, de nektek szükség van rá, de lányok vannak, ember kicsit-kicsit nem figyel oda, és volt nekem első edzés, amit Németországban sírt egész csapatom. Kiválasztás nagyon fontos. Nekem, mondok egyszer, nagyon nehéz nulláról építeni egy szakosztály, ahol 3 csapat játszanak, és 60 játékos összeszedni. Pont ma egyik kolléga telefonáltunk, mondta, nem fog menni neked, mondom, köszönöm, a sok sikert kíván, de mondta, nem fog menni, mert nem egyszerű dolog, hogy lehet felnőtt csapat, ilyesmi, csak a U15, nagyon nehéz kisgyerekek, hogy akar elérni őket, hogy jönnek, futballoznak, de én biztos vagyok benne, hogy lesz, és ha akartam átigazolni, mai nap akár 60 játékos itt lenne, csak nekem nagyon fontos, úgyhogy mondom, nagyon fontos, egy karaktercsapat akarok építeni, úgyhogy mindenki tudja, mit akar, de akarat ott van, fegyelem, és fegyelem nem csak a focira, hanem életmódszerre, mert nálam senki nem fog dohányozni, és nem fog alkohol inni. Ez van egy feltét. És azért is vannak ilyen edzések, lehet, és világesztárok itt jönnek, érkeznek nálam, és nem fogok átigazolni. Olyan játékosok akarok átigazolni, és szeretnek átigazolni, hogy tudnak, mit akarnak, és úgyhogy mondom, nem csak focira, hanem élet, munkahelyen, iskola, és egészen, és tovább, egész életen olyan módszer élnek is, és akarnak úgy élni, mert futball van csak egy sport, és mellette kellene jó emberek. De biztos vagyok benne, amikor vannak a jó emberek, jó karaktercsapat van, akkor jobban tudnak taktikai dolgok valósítani, amit én kérek tőle, és jobban értenek ezeket, és úgy, hogy mondom, taktik nélkül nem fog menni, és automatikusan lesz eredmény. Az az igazság, hogy az U15-ös korosztálynál nagyon nehéz még lányokat beszervezni, úgyhogy ott a nagyon alapszintűek még tulajdonképpen az iskolába, az utcába, bárki bejöhet, aki 15 éves, és hogy meglegyen a létszám, őket is bevállaljuk és tanítjuk őket nagy szeretettel, mindenféleképpen, hogy el tudjunk indulni a bajnokságba. Ugye az U15-nél ott már kicsit könnyebb, mert ott már több kislány is focizik, és a felnőttnek meg már még könnyebb, ott már olyan játékosok is jönnek, akik már szinte majdnem profik. Szerintem a lányokat úgy gondolom, hogy nagyon szorgalmasak, úgyhogy nagyon szeretnék megtanulni ezt a focit, pláne ha szeretik, úgyhogy egyáltalán nem nehéz velük dolgozni, legalábbis én azt tapasztaltam. A lányoknak nem feltétel, hogy profi játékosok legyenek. Egy a cél, hogy elhivatottan képviseljék a csapatukat, és mindent elkövessenek a jó eredmények érdekében. Ehhez nem csak a pályán, hanem azon kívül is jó hangulatra, összeszokott csapatra van szükség. Azért én hoztam itt az ország legeredményes holdzs, aki Lovász Gyöngyi ismernek, mindenki ismeri, Lovász Gyöngyi neveznek, és ő 10 év Németországban volt, 7 év Brauweiler játszott, és nagyon-nagyon jó tapasztalatai van, és mint egy idősebb holdzs, aki 55 éves, és tudja, mint a anyuka is szerepelni, mert kellene lányok mellett, kellene mindenképpen egy nő kellene, mert nem mindenre tudnak nekem mondani, vagy róla beszélni velem, azért jó, ha ott van ő, és fogunk külön edzeni természetesen őket, mert nem fog, természetesen nem tudnak együtt, 3 csapat együtt edzeni. Azért edzünk ketten, mert hogy 3 csapattal indulunk majd a bajnokságba, a következő bajnokságba, 15-16-os bajnokságba, U15-tel, U17-tel és a felnőtt csapattal, és ezért ugye egy személyben ez egy edzőnek ez kicsit sok lenne, ezért a Nik Andics felkért engem, és én elvállaltam.
nagyon jól érzem, ugye akik már itt vannak, azokkal is nagyon jobban vagyok, sokkal jobb a viszony, mint ahol előzőleg voltam. Úgy kezdtem, hogy jött egy lehetőség, hogy felajánlották nekem, hogy az iskolában volt ilyen foci program, ott elkezdtem, nagyon megtetszett, jobban belevágtam, és így nagyobb szintűre szerettem volna lépni. Nagyon jók. Azt gondolom, hogy erősek, sokkal jobb, mint mondjuk egy másik csapatnál. Itt azt tapasztalom, hogy itt lehet fejlődni is, erősít, minden izmot megmozgat. Remek, nagyon, nagyon tetszik. Nikit ismerem már egy 3-4 éve, még a futszálos berkekből, és hát ugyan nem dolgoztunk még együtt, de a mentalitása, a dolgokhoz való profi hozzáállása az meggyőzött. Egy olyan edző, aki véleményem szerint igen jól tud motiválni, nem szeret veszíteni, és csak az első hely az elfogadható számára. És hát hosszú távon gondolkodunk, és bízom benne, hogy ezek célok eléréséhez a klub ehhez tud segítséget nyújtani. Mióta itt vagyok, többet fejlődtem szerintem, mint szeptember óta az előző csapatban. Érzem azt, hogy lehet előre jutni, és csapatilag is előre fogunk tudni jutni. A lövésem még nem annyira jó, hogy csatár legyek, és a védőposzt nekem azért jó, mert szeretek támadni. Például, hogyha jön az ellenfél, én nem félek oda menni, hogy leszereljen például. Természetesen a győzelem az, ami foglalkoztatja még a lányokat a fejlődésen kívül, hiszen többen lehetőséget, saját jövőjüket látják a fociban. Mindenképpen az a cél, hogy először el tudjunk indulni mind a három csoportban, és az a cél, hogy minél előbb végezzünk, és hogy a lányok megtanulják ezt a focit, hogy a női labdarúgás előre haladjon Magyarországon. Elsődleges cél mindenképpen most ennek az NB2-es bajnokságnak a megnyerése, és utána, hogy az NB1-ben mi lesz, az már egy más kérdés, de először is erre koncentrálunk, hogy megnyerjük a bajnokságot. A vállalkozó kedvű játékos lányokat, nőket továbbra is várják a Kispest Honvéd csapatába csütörtökönként, hogy egy eredményes, sikeres csapatot állíthassanak ki. Pingpongozni mindenki tud. Vagy lehet, hogy mégsem olyan egyszerű ez a sport, mint gondolnánk? A Kispest ESE asztalitenész szakosztálya már 2 éve edzi az iskolás korosztályt is. A tanév végeztével azonban nincs vége a sportéletnek. A lelkes pingpongozók, vagy éppen a sporttal ismerkedni vágyók egy nyári táborban sajátíthatják el az asztalitenész fogásait. Kispesten a pingpong kedvelő felnőttek már 15 éve hódolhatnak sportos szenvedélyüknek. Az elmúlt 2 évben azonban már az ifjúság is belekóstolhatott az asztali tenisz szépségeibe. Az utánpótlás évközi edzéseit a nyári tábor koronázza meg. Ez Kispesten az egyetlen működő asztali tenisz edzőtábor. Egy hétig tart, tulajdonképpen napközis jellegű, reggel 8:30-tól délután 16:30-ig hozhatják és vihetik a gyerekeket. A Nádasdi iskolában vagyunk, annak a tornatermében, és ha körülnézünk, akkor látszik, hogy megfelelő felszereltséggel. 3 héten keresztül tart, 2 egymás utáni héten, tehát a múlt héten meg ezen a héten, illetve lesz egy táborunk augusztusban. Az augusztusi még nincs tele, úgyhogy arra akár lehet is még jelentkezni. Egyébként pedig 12 fővel mennek ezek a táborok, bár mehetne 18-szal is az asztalok és az adogatógépek alapján. Belépő szint az, hogy tudjon valaki pingpongozni? Most is van közöttünk olyan, aki életében először van asztali tenisz edzőtáborba. Nyilván könnyebb dolga van annak, aki már valamennyire tud, de nem követelmény. A követelmény az, hogy szeressen pingpongozni, mert itt naponta 5-6 órát kell pingpongozni, tehát ez van. Itt igazániból, hogy megszerettetik a gyerekkel, szóval, hogy ez ilyen, nem ilyen annyira komolyan, de azért komolyan is lehet azért pingpongozni. A 6 és 14 év közötti táborozók nem pihenni járnak a Nádasdi utcai tornaterembe. Kemény edzésekkel telnek a napjaik, és még a forgózás során is több asztalt kell körbefutniuk. Az alapzajt mégis a labdapattogás és a nevetés adja.
A táborunkat úgy terveztük, hogy fizikailag is felkészítse a gyerekeket a következő időszakra, és pingpongban is fejlődjenek. Kétszer fél órás erőnléti szakasz van, az egyik az reggel 8:30, a másik az ebéd előtt, illetve van még egy kicsike a lezárásként 3 óra körül, de az inkább már csak egy ilyen 20 perces blokk. Ezekben összességében mondjuk 15 percet kell futni, fekvőtámaszt kell csinálni, körülbelül 30-40-et, húzóckodni kell, és mindenféle erőfejlesztő gyakorlatok, ami belefér. Előző évben nem igazán sikerült reklámoznunk ezt a tevékenységet, úgyhogy összesen, akkor is 3 tábor volt, de összesen talán 12 résztvevő volt. Most azt mondhatom, hogy meg 3-szorozódott az érdeklődés. Ez azért lehetőséget teremt segédedzők bevonására, az étkezés jobb megszervezésére, tehát most már azt mondhatom, hogy idén profik vagyunk. Miért szerettek pingpongozni? Hát, mert jó játék, és eléggé lehet élvezni. Hát igen, jó sport, és hát élvezni is lehet, és szeretem. Kellemes kikapcsolódás, szórakoztató csapatjáték, esetleg kőkemény, komoly sportág. A pingpongot sokféleképpen lehet értelmezni, de mindenképpen remek elfoglaltságot jelent. Nem véletlen, hogy töretlen népszerűségnek örvend. Évközben milyen lehetőségei vannak a fiataloknak a pingpongot gyakorolni? Hát azt nagyon remélem, hogy itt a kerületben mindenki tudja már, hogy itt a Nádasdi iskolában működik egy utánpótlás nevelés. Minden héten 3-szor, hetente 3-szor, hétfőn, szerdán és pénteken másfél órában egy meglehetősen szerény 3000 forintos díj ellenében, és ide gyerekek jöhetnek, tehát 6-tól 14 éves korig, illetve hát van azért 17 éves is, de ez mindegy, tehát jellemzően 6-tól 14 éves korig, és vannak a felnőtt edzéseink, ahova pedig járnak a felnőtt versenyzőink. Ugye 7 csapattal indulunk, különböző bajnokságokba, Budapest 1A-tól a kerület 2-ig, 7 különböző csapatunk van. És mi jellemzi Kispest pingpong életét? Azt gondolom, hogy egyre színvonalasabb és jobb versenyeket tudunk rendezni, elsősorban az iskolák számára. Ezt a résztvevők száma is igazolja, hiszen mostanra már egy-egy rendezvényünk, akár egy tavaszkupa, akár egy kisfeskupa, közel 200 résztvevővel zajlik, ami egy budapesti rendezvénynek is megfelelő létszám lenne asztali teniszben. Mi ezt itt Kispesten meg tudjuk oldani. Tehát nagyon örülünk, a színvonal is nő, és a létszám is emelkedik. Mióta pingpongoztok? Én egy másfél évvel, 2 éve. Én is 2 éve. És hol szoktok pingpongozni? Hát itt edzésen, évközben is. Hát én is itt szoktam pingpongozni, de otthon a családdal is szoktam. Csapatba, kerületbe játszunk, kereti bajnokságba, meg egyénibe is szoktam indulni néha. Én eddig egy versenybe indultam, ott 4 emberből 3. lettem. Mi a cél egy ilyen pingpong táborban? Na, ez egy jó kérdés. Ugye vannak olyanok, akik szeretnének jobban játszani. Alapvetően az a céljuk, egy héten keresztül, intenzíven, 5 órán keresztül irányítás mellett tanulják és gyakorolják a pingpongot. Nyilván ez egyébként meg is látszik a tudásukon a tábor végére. És vannak olyanok, akiknek egyszerűen az a célja, hogy megismerkedjenek a játékkal, és valamilyen szinten megtanuljanak pingpongozni. Az Egyesület eszközparkjára további fejlesztések várnak, így akár még több lelkes amatőr gyermek vagy felnőtt ismerkedhet meg a lapos szervákkal, csavart leütésekkel. A fejlődés és az eredmények mind azt igazolják. Kispest tényleg sportos kerület, pingpong terén is. Tudták, hogy Budapest utcáin már a 19. század utolsó évtizedeiben villamosjáratok közlekedtek? És gondolták volna, hogy az első világháború előtt Kispestről is járt egy villamos a Fradi pályáig? Csak éppen kevesen utaztak rajta, ezért néhány hónapra szüneteltették a járatot. Aztán át is számozták, és új útvonalat kapott. Ez az útvonal is hamarosan változott. Ez a villamos járt Budára is, volt végállomása a Móricz Zsigmond körtér, a Madács tér, a Nagyvárad tér.
vagyis mindig rövidült. Ahogy a metró vonalát építették és átadták, úgy vettek el ennek a járatnak az útvonalából. De megmaradt. Kispest egyik emblémája a 42-es villamos. Ma ez Budapest legrövidebb vonala. De a miénk, és szeretjük. Ezért mutatjuk be. Mióta értelmezhető az, hogy 42-es villamos? Mikor lett először? A 42-es szám először 1912-ben jelent meg Budapest villamos történetében. A probléma az annyi volt vele, hogy ha jól tudom, akkor 25 hónapig működött, tehát még 14-ben megszűnt, és hát nagyon prózai oka volt, mégpedig az, hogy egyszerűen ez alatt a 25 hónap alatt annyira utaztak rajta, mint a nagykörúti 6-os villamoson 3 nap alatt, hogy olyan hú, nagy tolongás, na ott viszont pont éppen nem volt. A Fradi pályáig ment egyébként, tehát hogy végül is lehetett volna számítani arra, hogy esetleg a, ha más nem, akkor a meccsekre majd villamos utaznak az emberek. Már csak azért is, mert a Fradi pályát pedig egy évvel előtte adták át, tehát újdonság volt, és a Fradi pálya volt akkor Budapest legnagyobb sportlétesítménye, hiszen a Népstadion majd 1951-ben készül el. Így van, tehát erre talán még a villamos cég is alapozott volna. Vagy ezek a számítások nem jöttek, vagy más számítások nem jöttek be, de az biztos, hogy tényleg ez alatt a 25 hónap alatt alig néhányan használták ezt a villamosjáratot. A Népliget volt az egyik végállomás, és villanyterep volt a másik, jól emlékszem? Igen, Kispestről indult ez a villamos is már, tehát érintette ezt a térséget, amiről beszélünk. Egyébként a budapesti villamosvárosi vasút részvénytársaságnak volt a projektje, a 42-es elindítása. Nem igazán törődtek azért bele abba, hogy ez elbukott ez a dolog, úgyhogy még az első világháború előtt, tehát tulajdonképpen néhány hónapnyi szünetről beszélünk, újraindult a 42-es, úgyhogy persze próbálkoztak ezzel, teljesen érthető nyilván, tehát ahogy beszéltük itt, ez ennek a cégnek szempontja volt az, hogy profitot termeljenek, úgyhogy ha éppen nem úgy működött, akkor kénytelenek voltak ennek megfelelően pénzügyi döntést hozni, és nem működtetni ezt a járatot, de az az igazság, hogy az első világháború idején borzasztó utas számok voltak, sokkal nagyobb igény volt a háborús hátország Budapestjén ezekre a villamosokra egyébként, mint békeidőben. Azt olvastam, hogy az eredeti 42-es számot végül az 50 per A örökölte meg, a 42-es pedig az Üllői útról átköltözött a vele párhuzamos Ady Endre útra. Így van, nagyon sok ilyen történet van egyébként Budapest villamos közlekedésében, tehát hogy ténylegesen vannak innen, hogy ezek a számok egészen nagy földrajzi távolságokat járnak be Budapesten. Valóban így van, 50 A lett a régi 42-esből, és aztán 1959-ben született meg az új 42-es, amin tulajdonképpen ma is utazhatunk. Az egy más kérdés, hogy persze ez még annak idején átment egészen a Szabadsághídon keresztül a Móricz Zsigmond körtéig, tehát ez valami gigantikusan nagy villamosvonal volt, ami hát annál is inkább megdöbbentő, mert most ugye Budapest egyik legrövidebb villamosvonal, ami a kerületet sem hagyja el ráadásul. Arról nem is beszélve, hogy ahogy a város fejlesztés, a közlekedés fejlesztés alakult és változott, most elsősorban a metróra gondolok, Kispest villamos közlekedése, és a 42-es mindig megsínylette ezt. Tehát amikor az Üllői út alatt építették, akkor az Üllői úton szűnt meg, pedig valóban tényleg a Móricz Zsigmond körtér, a Madách tér, a Nagyvárad tér, ezek voltak talán a legkedveltebb végállomások. Így van. A 42-es az mindig rövidült egyet, ahogy átadtak egy metró szakaszt. Az első metró beruházásnak 1970-ben sikerült pontot tenni a végére, ugye ez még csak az Őrsvezértér és a Deák tér közötti szakasz, viszont arra már jó volt, hogy úgy gondolták, hogy mindjárt akkor a Madách tér le is rövidítik a 42-es vonalát, úgyhogy már a budai oldalra nem is közlekedett át, és aztán ugye épült tovább ez a metró vonal, a mai kettes metró vonal, viszont ezzel együtt elkezdték a hármas metró építését. Ennek az első szakasza az 1976-ban, 6 évvel később készült el, és a Deák tértől miatt a Nagyvárad tér felé építették. Úgyhogy ez volt az első szakasza a hármas metrónak, és hát ez megadta magát, hogy akkor a Nagyvárad tér rövidült le a 42-es. És aztán, amint a Kőbánya-Kispestre elért, addig meg már egészen a határútnál vágták meg a 42-es vonat, hogy ez az egészen hosszú villamos viszonylat, ez, ahogy mondtam, minden egyes közelében zajló metróberuházást megsínylett. Ugye az is érdekes, hogy
kezdetben, vagy nagyon sokáig, nem is tudom, hogy szaknyelven, hogy mondják, ilyen hurokvégállomás volt a Tóth Árpád utcában, és aztán ez egyszer csak megszűnt. Ez az egyik, ami sajátossága a 42-esnek. A másik pedig, hogy, és erre már emlékszem, 1970-ben történt, hogy a nyitott villamosokat zárt szerelvények váltották fel. Ó, igen. Sokféle nagyon jellegzetes, nagyon értékes típus fordult meg egyébként a 42-es vonalán. Például itt voltak mindjárt a 2500-as típusú kocsik, ami egyébként korábban a F-típus néven futott. Erről tulajdonképpen annyit érdemes csak tudni igazán, ami fontos és érdekes, hogy ezeket még az első világháború előtt építették idehaza Magyarországon, és maga a típus a 80-as évekig közlekedett egyébként. Ezek tipikusan jártak a 42-es vonalán, és talán még fotókon is megvannak azok a képek, vagy emlékek, ahogy ezeket a sajátos rácsos ajtókat lehetett lecsapkodni, ami hát biztos, hogy sok balesetet okozott, tehát az mondjuk nem volt egy igazán jó megoldás. A villamos cég egyébként rengeteg propagandanyagban próbálta fejni a figyelmet arra, hogy vigyázzon mindenki az ujjára, a kezére, a lábára, tehát hogy azért ez tényleg egy nagyon balesetveszélyes helyzet volt. Viszont ezeket valóban aztán persze korszerűsítették. Ez jól látszik a kocsikon is egyébként. Ugye, ahogy mondtam, ezeket az első világháborút építették, régi favázas kocsik voltak, nem igazán feleltek már meg a kor igényeinek, elég öregek voltak már akkor, úgyhogy az 50-es években elkezdték őket acélvázasítani, és aztán ikresítették is ezeket a járműveket, hiszen nagyobb befogadó képességűvé kellett tenni ezeket a járműveket. Így aztán, vagy ezt így próbálták megoldani jobb hián, hiszen gyakorlatilag más pénzügyi lehetőség nem volt, a magyar ipar pedig még igazán nem állt készen ennek a kezelésére. 56-ban van egy nagy fordulópont, amikor a magyar ipar, mégpedig a GANZ nevezetesen elkezd igazán korszerű magyar villamosokat gyártani, ezek az UV villamosok egyébként, és 56-tól kezdenek el forgalomban, és megjelenik természetesen a 42-es vonalán is, hát ez egészen modern villamos volt, tehát a régi első világháborúból örökölt, szinte 1000 éves lefutott kocsikhoz képest ez maga volt a csoda. Úgyhogy ez igazi felüdülést hozott ebben a térségben is, pláne ugye az 50-es, tehát most a 60-as évek elejéről, 50-es évek végéről beszélünk, azért akkor ez egy igazán hosszú, ugye mondtuk, hogy 59-ben indult el ez a nagyon hosszú 42-es, úgyhogy nagyon jól jöttek idővel az új kocsik erre a vonalra. Aztán persze később voltak itt szintén a jól ismert Tátra villamosok, most ugye alapvetően a Hannoverből vásárolt kocsikkal teljesíti a BKV ezeket a meneteket. És ez a hurok végállomás, ez miért szűnt meg? A hurok végállomás 2006-ban szűnt meg, alapvetően a lakók panaszait hallgatta meg a főorvos és a BKV, és akkor szűnt meg ez a megoldás. Mert amikor kanyarodott, akkor csikorgott? Nagyon hangos volt? Felteszem, hogy igen. Tehát én nem olvastam a beadványokat, de én úgy tudom, hogy a lakók panaszait meghallgatva szűnt meg ez a műszaki megoldás itt. Ugye az alapvetően sok helyen volt a városban, azt a célt szolgálta, hogy olyan könnyen meg tudjanak fordulni, tehát nem volt ugye, feltétlenül két vezetőállásos kocsi és egyéb, tehát ennek technikai műszaki oka volt röviden. A helyzet az, hogy egyébként ott azért az átjárhatóság miatt és a villamos hálózati kapcsolat miatt azért maradt meg egy pici vágány, amit ott át lehet közlekedni a hálózaton belül. Mi a tapasztalatuk, vagy mit tudnak arról, hogy a helyben lakók a számokhoz és magához a villamoshoz mennyire ragaszkodnak? Én úgy tudom, hogy ez minden városrésznek, minden kerületrésznek, minden utcaszakasznak szerintem egy fontos dolog. Ez olyan módon a történet, helytörténet, városkép, utcakép része, hogy én azt látom, hogy mindenhol ragaszkodnak a villamosokhoz, szerintem teljesen érthető egyébként. Szépek is és hasznosak is, azon kívül alapvetően tényleg szinte, ha szabad így fogalmazni, öltöztetik az utcát, és valóban adnak egy városias légkört egy környéknek. Mindamellett azért azt ne felejtsük, hogy nagyon környezetbarát megoldást, ami azért azt hiszem, hogy a mai gyors, rohanó világban, amikor ez a környezetvédelmi dolog egyre fontosabb, ez nem elhanyagolható szempont, úgyhogy én azt gondolom, hogy a villamos még mindig inkább sok más járművel szemben nagyon is előnyös és hasznos egy közösségnek, egy térségnek.
Szerintem a számok azok ugyanúgy fontosak lehetnek, hát ezek részei egy közösségnek. Tehát szinte antropológiai tanulmányok sorát tudnám elképzelni egy ilyen ügyben. Ezek hozzátapadtak, tehát mindenki emlékszik biztosan arra, amikor a 42-es villamossal utazott valahova, tudta, hogy hol tudja megvenni a nem tudom, legszebb muskátét, hol van a legjobb fagyizó, melyik megállónál, emlékszik arra, hogy hol tujázott a villamoson, hol lógott, hol esett le róla esetleg, tehát hogy ezek mind-mind olyan mikroképek, amikhez szerintem egy közösség ragaszkodik. Mi lehet a villamos jövője is, a 42-es villamos jövője is? Ezt ugye azért is kérdezem, mert konkrét tervek vannak arra, hogy Pest-Szentlőrincig a Glóriát lakótelepig meghosszabbítsák a vonalat. Így van, ez a meghosszabbítás, ez tervben van. Ez a Budapest közlekedésfejlesztési programjában szerepel. És hát itt ugye visszatérünk a kezdekhez annyiban, hogy ezt a tervet Balázs Mór tervnek hívják. Balázs Mór, aki Budapestre hozta a villamosokat, a kölcsönözte utólag és úgymond posztumusz a nevét ehhez a programhoz, ami hát biztatónak hangzik, reméljük, hogy ez méltóképpen majd követi is az ő nevét. Magazinunk végére értünk, a következő hetekben ismétlő válogatást láthatnak majd az elmúlt fél év történeteiből, eseményeiből. Ha lemaradtak volna valamelyik riportunkról, akkor az interneten megnézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!